keddi játéknap mérkőzése volt a Vasas és a Honvéd találkozója. A Vasas 6, a Honvéd 3 éve játszott legutóbb kupadöntőt, most ugye a negyed döntő a legjobb 8 közé jutása tét. Enin teszi tovább a labdát, Tamás fölér a támadással. Kicsit ügyetlenkednek, de megoldják azért a hazai védők, és kirúgják. Már az első percben nyomott a Honvéd csapata, Dombó védte a Vasas kapuját ezen a mérkőzésen. Itt elcsúszott a lába alatt, ez így esély volt a kispestieknek, de nem éltek vele. Aztán oda kerül ismét Eninhez a labda, benéz középre, ez egy remek átadás, de nem sikerül Krajcsovicsnak a kapuba fejelni. Pedig üresen volt, gyakorlatilag tényleg bárhová fejelhette volna a labdát. Dombó nagyot védett, azért ezt emeljük ki. Itt pedig a Vasas támadása, és az első igazán nagy helyzetéből be is talál a házigazda, Zimonyi eredményes. Előtte Hinora és Hollander ért hozzá a labdához, Hollander adja a gólpaszt, jól érkezett Zimonyi, aki az előző fordulóban a Nyíregyháza ellen is betalált a MOL Magyar Kupában. Igazi kupa specialista, legalábbis ebben a szezonban fontos gólokat szerez a Vasasban. Kipattanó labda, olyan 30-32 méter a távolság, Plakuschenko lövi rá, és bizony Dombónak figyelnie kellett. Ez a 44. perc történése egyébként, még az első fél időben szép mozdulattal a kapus. Mindent elkövet az egyenlítőgól megszerzésért. A Honvéd Tamás nagyon gyors, eléri a labdát, benéz középre. A visszagurítás sem rossz, lesz-e belőle lövés? Igen, de ez sikerül kifejelni. Samperio próbálkozott, Hinora mentett ott a gólvonal előteréből. Bizony ez nagy egyenlítési lehetőség volt. Szép a passz sarokkal. A lövés sem volt rossz, jó helyen volt Hinora. Aztán Radó kapja, ez már a meccs hosszabbítása. Márkvárt középre, a kapufáról még visszajön, de aztán Hinora bepaskolja a labdát belsővel. Márkvárt nagyon-nagyon pontos átadással kínálta meg a játékostársat. Radó szépen készítette elő, és ezzel eldől a továbbjutás. A Vasas lesz ott a legjobb 8 között a MOL Magyar Kupában. Prengá nehezen emészti meg a történteket, Sinkó Gábor technikai vezetőnek kellett őt nyugtatni, több-kevesebb sikerrel össze is jött ez.